Sziasztok! Én az edzésen kívül szeretnék más olyan dolgot is mutatni nektek, amik hasznosak lehetnek és profitálhattok belőle, és ezáltal egy kicsit még egy szeretet kaphattok abból, hogy hogyan készülök fel és hogyan zajlanak a mindennapjaim az edzés és a powerbuilderség jegyében. A mai részben szeretnék beszélni nektek arról, hogy a reggeli mobilizáció mekkora hatással volt az életemre, és hogy mennyire javaslom mindannyiótoknak azt, hogy ezt beépítsétek a napi rutinotokban. Én most éppen a mobilizáción már túl vagyok, és a szokásos reggeli 10 perces sétámat végzem. Közben hallgatom podcastet a fülembe, és próbálok okosodni. Ez az egész reggeli rutinnak a beiktatása hatalmas pozitív változással volt az életemben az elmúlt évben, és sokkal energikusabban kelek, és sokkal jobb az egész napom azáltal, hogy a reggeleimet kézben tartom, és nem úgy kezdődnek, hogy kimászok az ágyból, sietni kell ide-oda, nyomkodom a telefonomat, és mindenféle hülyeséggel elmegy az időm. Minden reggel ugyanaz történik, felkelek, mobilizálok 20 percet, aztán sétálok 10 percet, megreggelizek, és aztán kezdődhet a nap frissen és sokkal produktívabban, mint eddig. Na most menjünk vissza az időbe, és szeretném megmutatni nektek azt, hogy hogyan néz ki ez a mobilizáló rutin. Itt vagyunk a nappaliban, ahol mindjárt bemutatom, hogy néz ki ez a napi mobilizáló rutin, de előtte szeretnék beszélni arról, hogy nekem ez mennyiben változtatott az életemen, és hogy alakult ez az egész ki, és hogy nektek miért kell ezt beépíteni szintén a mindennapjaitokba. No hát úgy alakult ez nálam, hogy régen nagyon sok időt töltöttem mobilizálással egy edzések előtt, ugye heti 3-4 edzés, és előtte mindig egy ilyen 30-40 perc, de volt, hogy még többet is mobilizáltam, mindenféle hengerezés, szalagos nyújtás, minden marhaságot csináltam, ami igazából nem marhaság, csak túl sok időt szántam arra, és túl kevés időt szántam az edzésre, most már utólag látom. És ez azért lehetett, mert nagyon sok problémám volt. Diagnosztizáltam azt, hogy a vállam, a csípőm, a bárminek a mobilitása nem jó, és ezért fájdulnak meg a bizonyos különböző ízületeim. Holott valójában ez inkább attól volt, hogy nem jól végeztem a gyakorlatokat akkor még. Tehát ezeken próbáltam javítani, és a mobilitásom ennek ellenére nagyon sokat nem javult, az az érdekes. Tehát sok időt befektettem ebbe, de nem értem olyan eredményeket, mint szerettem volna. És utólag ennek abban látom az okát, hogy nem napi szinten csináltam, hanem csak edzések előtt. És ugye amikor az ember egy csomót ül a székbe, a gép előtt, és csomó olyan pozícióban van, amilyenben nem kellene lenni egészségesen az élete során, akkor azt nem feltétlenül tudjuk javítani azzal, vagy annak a rossz hatásait nem feltétlenül tudjuk kijavítani azzal, hogyha heti 3-szor fél órát mobilizálunk. Ezért tehát arra a következtetésre jutottam, hogy minden napokban meg kell ezt valahogy építeni. Ez úgy kezdődött, hogy elkezdtem nyújtani. Na hát nem tudom, ezt próbáltátok-e már, de ennél unalmasabb dolog nincs a világon, amikor az ember lefekszik a földre, és akkor 10 percen keresztül nyújt. Tehát legszívesebben leugrottam volna a hídról inkább, mint hogy azt kelljen csinálnom. A következő lépcső az lett, hogy jóga videókat kerestem a neten, ilyen 10 perces jóga videókat, és elkezdtem azokat csinálni. Ez már így sokkal-sokkal élvezetesebb volt, meg volt ez a flow jellege, és szép lassan megtanultam azt, hogy azokban mi nekem a hasznos, mi nem, mi az, amit meg tudok csinálni, és mi az, amit nem. És így egy ilyen kis saját, hát túlzáson azt mondta, hogy jóga rutint, de valami hasonló jóga alapú nyújtó rutint kikísérleteztem magamnak. Ezekbe aztán szép lassan beépítettem az edzések előtt végzett mobilizálásokat, a hengerrel, a dinamikus nyújtásokat, stb. És így lett az elején egy 10 perces nyújtásból, erről van is kint videó, itt mindjárt linkelem, az elején egy 10 perces nyújtásból így lett most már 20 perc, amit most már nem szeretnék tovább duzzasztani, mert így is elég sok időt elvesz, de igazából nem érzem azt, hogy erre elcseszném az időt, hanem ez már a reggeleim, ez úgy hozzátartozik, hogy enélkül nem is ébredek föl úgy, ahogy kéne, és ezután leszek friss, ezután leszek produktív, és ezután leszek kész a napra úgy, ahogy az kell, hogy legyen. Na tehát szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ti is beépítsetek egy hasonló rutint a napjaitokba. A továbbiakban szépen végigvezetlek titeket mindegyik nyújtáson és mindegyik pózon ebben a kis rutinban, és szeretném, hogy ezt kipróbáljátok, és aztán szépen lassan személyre szabjátok. Vegyétek el belőle azt, ami nem jó, aztán rakjátok hozzá azt, ami nektek még bevált így a saját kis mobilizálásatokban, és így alakítsatok ki egy olyan rutint, aminek eredményeképp a jobb mozgást elő tudjátok segíteni, és mobilisebbek lehettek.
Én annyival mobilisebb vagyok, mint fél éve, hogy ekkora változás még soha nem volt a mobilitásomban, és igazából már edzések előtt már csak egy 5-10 percet melegítek, és itthon ez a rutin az, amit felelősíteszek azért, hogy a mobilitásom sokkal jobb lett az elmúlt fél évben. Tehát hajrá, ne hagyjatok ki napokat, ez nagyon fontos, tehát minden nap, ha 5-kor kell kelni, ha 7-kor kell kelni, tök mindegy, ezt csináljátok meg, és fél év múlva beszéljünk, jelezzetek róla, higgyétek el, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy változás lesz. Na nézzük. És akkor nézzük a 20 perces rutint. Egy kis alapvető átmozgatással kezdünk, először a nyakat, előre-hátra fejbillentéssel, 5-ször. Majd jobbra-balra fejfordítással 5-ször. Fejdöntéssel jobbra-balra szintén 5-ször. Fontos, hogy figyeljetek itt arra, hogy a vállak maradjanak lent, és ne húzzuk fel a gyakorlat során. Fejkörzés szintén jobbra-balra 5-ször-5-ször. Utána a vállak átmozgatása, kifelé-befelé rotáció. Lapocka és a váll együtt mozog, minél nagyobb mozgástartományban. Ezután kifelé-befelé rotáció hát mögötti közelítéssel. A karok átmozgatása és a csukló átmozgatása, karnyújtás előre, kétféle módon, ezzel a könyököt is jól át tudjátok mozgatni. Utána bokakörzés jobbra és balra 5-ször-5-ször. Lábfejfeszítés lefelé és felfelé. Másik lábbal ismételve ugyanezt. Figyeljetek arra, hogy a mozgás nagy része ne a csípőből és a térdből jöjjön, hanem a bokából. És megyünk négy kézláb, homorít, domborít gyakorlat jön, 5-5 ismétléssel. Homorításnál a szegy csontot nyomjátok le a talaj felé, domborításnál pedig a hátat a plafon felé. És domborításra kifúj a levegő, homorításra pedig beszív. Jöhet a henger és egy kis felső háti extenzió. Ezt már az egyéb videóból ismerhetitek. Fej hátulját megfog, a hengert körülbelül a szegcsont vonala alá helyezzük, és innentől az alsó hát a földhöz közelítésével, vagy talajhoz közelítésével próbálunk minél nagyobbakat homorítani, úgyhogy a bordakosárból jöjjön a mozdulat nagy része, és ne az alsó háti gerinc szakaszból. Meg kell keresni azt a pontot, ahol érezzük azt, hogy a hátunk egy teljes extenzióba kerül, és olyan érzés, mintha a gerincünk így ketté akarna törni. Ha roppan párat, az sem baj, ebből is 5-5 is, vagy 5 ismétlés összesen. Mint láthatjátok, jó, hogyha a hengert közben áthelyezzük kicsit alulról felfelé haladva a gerinc mentén.
Folytatjuk felső háti gerinc mobilizálással, ezúttal rotációs gyakorlatok segítségével. Bretszellel kezdünk, 5-5 légzés mindkét oldalra, a képen látható pozíciót felvesszük, a mellkast próbáljuk kiemelni, amennyire csak lehet, és nagyokat lélegezni. Orron keresztül, has, mellkas és teljes kilégzéssel, ez nagyon fontos, minden egyes levegővételt teljes kilégzéssel zárjunk. Utána felsőháti rotáció, földön fekve. Kilégzésre rotáljunk, nézzünk utána mindig a kezünknek, és fontos az, hogy ne a csípőből jöjjön a mozgás, hanem a felsőháti gerinc szakaszból, és a mellkas itt is kiemelve maradjon végig. Orvakarás. És jöhet ugyanez másik oldalra. Bretzel. Itt jobban láthatjátok talán a pozíciót. Minden egyes kilégzésre a vállat próbáljuk egy kicsit jobban a talajhoz közelíteni, úgyhogy közben a medencénk az egy helyben marad. Majd levegőre mellkas kiemelése, levegő kifújására pedig a váll közelítése a talajhoz. Jöhet a felső háti rotáció. Azért jó, hogyha hengerre helyezzük a lábunkat közben, mert úgy könnyebb megtartani a medencének a pozícióját. Folytatjuk egy kis csípőnyitással, talpakat összeérintve, a sarkokat minél közelebb húzva magunkhoz, megfogjuk a lábainkat, a könyökeinkkel lenyomjuk a térdünket a talaj felé, amennyire csak tudjuk. Mellkas kiemelésével és a lehető legegyenesebb alsóháti pozíció megtartásával előre dőlünk, és légzésről légzésre ezt az előredőlést egyre fokozzuk. Belégzésre mindig nyújtózkodjunk a fejtetőnkkel a plafon felé, és próbáljuk homorítani a hátunkat, úgyhogy közben a pozíciót megtartjuk, kilégzésre pedig egy görnyedve, egy picit közelebb kerülünk a talajhoz. Belégzésre megnyújtjuk a hátunkat, és kilégzésre pedig előre hajolunk jobban, és közben figyeljünk arra, hogy a térdeket próbáljuk közel nyomni a talajhoz, közel tartani, hogy nyíljon a csípő. Ezután jött egy előrehajlás. Lábfejeket feszítsük vissza, fogjuk meg a lábujjainkat úgy, hogy közben az alsó háti gerinc szakaszt próbáljuk egyenesen tartani, amennyire csak lehet. Térd egyenes marad. Belégzésre próbálunk szintén homorítani és a hátunkat egyenesíteni, a fejtetőt nyomni a fal felé, vagy a plafon felé, és kilégzésre pedig előrehajolni. Nem baj, hogyha minél előrébb haladunk a gyakorlatban, annál jobban előrehajolunk a hátunk segítségével, és a gerinc rugalmasságát is szeretnénk fenntartani. Tehát nagy levegőre térd egyenesít, és hát egy picit homorít, levegő kifújásra pedig előre dőlünk. Legyen az a cél, hogy a térdünket érintsük a homlokunkkal. Vegyünk fel most egy nagy terpeszt, amekkorát csak tudunk, egyenes alsó háttal, tehát próbáljunk pucsítani, és dőljünk el az egyik oldalra, kezdjük bal oldalra úgy, hogy a könyökünket lerakjuk a térdünkre, és közben figyelünk arra, hogy ne dőljünk előre, csak oldalra a hátunkból, és próbáljuk
nagy levegőre megnyújtani a széles hátizmot, nyújtózkodni elfelé magunktól a kezünkkel, a jobb kezünkkel itt most, és levegő kifújásra pedig oldalra dőlni még jobban. Tehát levegő beszívására nyújtózkodni a kezünkkel, kifújásra pedig elernyedni és még jobban rádőlni a lábunkra. Fontos közben, hogy ne csavarodjunk a hátunkból, tehát próbáljuk a hátunkat a lábunk szögében oldalra hajlítani. Ebből a szögből talán egy kicsit jobban fog látszani. Tehát nem előre hajolok, hanem oldalra. Levegővételre nyújtózkodok, így most a kamera felé, és kifújásra pedig próbálok jobban ráhajolni a lábamra. És fontos, hogy közben a térd is egyenes maradjon. Itt azt kell éreznünk, hogy a széles hátizom, a karunk és az egész derekunk oldalsó része megnyúlik a combhajlítóval együtt. És ugye nem felejtjük el, hogy még mindig orron be, szájon ki, teljes légzéseket csinálunk. Jöhet egy kis alkarnyújtás. Először visszafelé, tehát a készfényeink magunk felé mutatnak, és próbálunk hátra dőlni egyenes könyökkel, és a tenyerünket a talajba nyomva. Belégzésre kicsit előre dőlök, és kilégzésre kicsit hátrébb. És keressük meg azt a végpozíciót, ahol a lehető legjobban nyúlik az alkar. Utána ugyanezt kéne, csak fordítva megcsinálni, tehát a könyök hajlat most nem elfelé mutat magunktól, hanem magunk felé, tehát a könyökünk elfelé mutat. Beforgatjuk a kezeinket, és itt is a tenyerünket belenyomjuk a talajba, a könyököt próbáljuk egyenesen tartani, és egy nagyon pici mozgással próbálunk hátrafelé haladni, könyök egyenesen tartásával. Ez egy kicsit nehezebb lesz, és a mozgástartomány itt kisebb lesz mindenkinek. Harmadjára pedig a képen látható pozíciót vegyétek fel, és az alkar előső részét is nyújtsuk. Ezt egy lapocka zárással kombinálhatjuk, hogy a lapockánkat is mobilizáljuk közben. Következő nyújtáshoz nekem egy párna kell, mert a térdem egyébként érzékeny a térdelésre. Tehát egy kitörés állást felveszünk. 90 fok az előső térd és 90 fok a hátsó térdnek a szöge. Megkapaszkodunk, megtámaszkodunk az előső térdünkben. Farizom feszítésére figyelünk, és a csípőt előre felé próbáljuk, a medencét előre felé próbáljuk tolni, hátra billentve, tehát nem hagyjuk lesüllyedni magunkat a talaj felé, a köldök fölfelé mutat, és szépen próbálunk előre felé közeledni a térdünk felé. Ha ez megvan, akkor megfogjuk a bal kezükkel a jobb lábfejünket, a sarkunkat közel húzzuk a fenékhez, a fenék feszít közben, és próbálunk légzésről légzésre egyre előrébb dőlni, nyújtva ezzel a jobb oldali csípőhorpaszizmunkat és csípőhajlítóizmainkat, a sarkat közelíteni a fenékhez, és ott pár nagy levegőt venni. Még egyszer nagyon fontos, a fenék feszítésére, a farizom feszítésére ügyeljünk. Utána jöhet egy féloldalas guggolástartás, tehát az alábbi pozícióba helyezkedjünk el. Fontos itt is az, hogy a jobb oldali farizom feszüljön, mint állat, a csípőt nyomjuk a talaj felé, és a bal könyökünkkel a bal térdet nyomjuk kifelé. Tehát a bal oldali belső combnak kell nyúlnia, és jobb oldalt pedig a csípő előső izmainak. Itt töltsünk el egy kis időt, a térdet kifelé nyomva, a csípőt lefelé nyomva, és pár nagy levegőt véve. És utána ezt megismételjük ezt az egészet a másik lábra is. Tehát most a bal térdünk van lent, jobb lábbal előre lépünk, csípő előre tolásával megnyújtjuk a bal oldali csípőhorpaszizmot, közben a hasunkat picit feszítjük, a feneket pedig nagyon. Mozgunk előre felé, nem lefelé. Keressük a nyúlást a csípő előső részében. Utána jobb kézzel hátra nyúlunk, megkapaszkodunk a bal lábfejünkben,
Közel húzzuk a sarkunkat a fenekünkhöz. Előre dőlünk. És megkeressük a csípőhorpaszizom, a bal csípőhorpaszizom legnagyobb megnyúlását. Farizom feszít, sarkat próbáljuk közel tartani a fenékhez, és pár mélyet lélegezni itt. Jöhet a fél oldalas guggolás tartás a másik oldalon is. Tehát jobb könyökkel jobb térdet kifele nyomom. Bal térdet a talajba nyomom. Baloldali farizmot feszítem. Keresem a megnyúlást a jobb oldali combközelítőben és a baloldali csípőhajlító izmokban. És próbálok minél jobban beülni a lábaim közé. Következő gyakorlat egy lefelé-felfelé néző kutya lesz, de előtte még csinálunk egy kis felső háti gerinc mobilizációt és mellkasnyitást. Megtámaszkodok a vállam mellett a talajban, és eltolom magam a talajtól a vállak lent tartásával, ez nagyon fontos, és közben felfelé nézek a plafon felé, és próbálom kiemelni a mellkast, amennyire csak tudom. És még egyszer a vállakat a fülektől távol akarom tartani. Ha ez megvan a felső pozícióban, elnézek a vállaim fölött, úgyhogy közben próbálok fordulni a felső háti gerinc szakasz segítségével. Mellkassal fordulok, vállak fölött elnézek jobbra-balra néhányszor. Mindig kilégzésre fordulunk. És aztán folytathatjuk egy lefelé néző kutyával a dolgot. Sarkakat belenyomjuk a talajba, próbálunk homorítani amennyire tudunk, és a mellkast nyomni a talaj felé. És utána, anélkül, hogy a csípőt leraknánk a talajra, egy felfelé néző kutyába lesüllyesztjük a csípőt. Ezt megismételjük még néhányszor. Ebben a pozícióban figyeljük arra, hogy a combhajlító nyúlását keressük, és az alsó háti gerincet annyira görbítsük, csak amennyire muszáj, tehát tartsuk egyenesen, vagy inkább homorúra törekedjünk. Ebből jöhet a jogából ismert galamb póz. A jobb lábunkat keresztbe rakjuk magunk előtt. Fontos, hogy a lábfejet feszítsük felfelé, tehát visszafelé. A térdet ezzel egy kicsit megóvhatjuk. És ez egy farizom nyújtás lesz, tehát a jobb oldali farizomban keressük a megnyúlást. A csípőt próbáljuk közel nyomni, vagy a fenekünket próbáljuk közel nyomni a talajhoz. Egy előrehajlás után egy kicsit próbáljunk magas tartásból lesüllyedni még jobban a talaj felé. Aki le tud ülni teljesen, az nagyon menő, és utána ezt a pozíciót megtartva minél lentebb nyomni a fenekünket a talajhoz, előre dőlünk, és próbáljuk a mellkast közelíteni a talajhoz a farizom megnyúlásával. Ha valakinek fáj ebben a térde, akkor az húzza kicsit közelebb a sarkát magához. Ugyanezt csináljuk másik oldalt, bal lábunkat keresztbe rakjuk magunk előtt, lábfej visszafeszít, előre dőlünk, közben a csípőt nyomjuk a talaj felé, keressük a megnyúlást a baloldali farizomban, utána felemelkedünk, jobb oldali csípőhorpasz nyúlását, ahogy most mutatom, megkeressük, süllyedünk még jobban lefelé a talaj felé, és a mellkast próbáljuk ismét lerakni a talajra ebben a még lentebbi pozícióban is. Néhány légzés után jöhet a következő feladat, egy csípő befelé-kifelé rotáció lesz, guggolás terpezben, közelítsük a térdünket befelé, majd kifelé is a talajhoz, úgyhogy közben a lehető legkevesebbet mozogjunk a törzsünk segítségével, és a csípőből a combcsont mozgásával jöjjön a mozgástartomány. Aztán jöhet másik oldalt is. Jöhet egy befelé rotáció és csípő extenzió egyszerre, tehát a képen látható Z ülésbe helyezkedjetek el, és a végén pedig emelkedjünk fel és nyújtsuk meg a csípőnket a farizom megfeszítésével. Jobbról balra billenve. Ha ebből is megvan az ötöt ismétlés, akkor egy kis boka mobilizációját, hogy mozgassuk át a bokánkat. Egy dorsziflexiós irányban is. Sarkat belenyomjuk a talajba,
és a térdet próbáljuk előre nyomni, amennyire csak tudjuk, úgyhogy a sarok még a talajon marad. Keressük meg azt a pontot, amit még éppen el tudunk érni. Olyan messzire menjünk, amennyire még éppen tudjuk mozgatni a bokánkat. Nekem ez körülbelül ennyi. És ott egy 8-10 ismétlésre mozgassuk át a bokánkat. Utána pedig jöhet a mélyugolás. Ezt egy kicsit tovább is megtarthatjuk majd. Térdek kifele nyomásával, sarok a talajon marad természetesen, mellkas kiemel, hát egyenes. A kezet előre rakhatjuk, hogyha ez segít benne. Fel is emelhetjük a fejünk felé. Töltsünk el egy fél percet a guggolás alsó pozíciában, közben nyitva a csípőt, nyomva kifele a térdeinket. Akár próbálni egy fej fölötti pozíciót elérni, és a mellkast minél jobban kiemelni. És a végén végezzünk még pár teljes guggolást. És ennyi lesz. Egészségetekre!